Pest megye közgyűlése Pest megye környezetvédelmiért díjat adományoz a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület részére környezetvédelmi tevékenysége elismeréseként. A civil szervezet immár 50 éve végzi munkáját. Illegális szemétlerakók, környezetszennyező, illegális üzemek felszámolása, védetté nyilvánítások fűződnek a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesülethez. Az Egyesület természetvédelmi táborokkal, hulladékgyűjtési akciókkal, kiadványokkal és rendszeres programokkal veszélyeztetett állat és növényfajok fennmaradásáért is küzd. Munkájuk közül kiemelkedik a sasfészek tó megóvása és helyi védelem aláhelyezése. A Váradi kastély pusztulásának, a füzespatak károsításának megakadályozása. Céljuk az épített és természeti környezet védelme, fenntartható szemlélet alakítása és a jövő formálása. Tagjai elkötelezett lokálpatrióták, akik színvonalas munkával teszik szebbé környezetüket. A természetes környezet megóvása, fejlesztése, a környezet tudatos szemlélet kialakítása folyamatos munkát kíván, amihez további sikereket kívánunk. A díjat Zsarnóczkai István tiszteletbelnöki elnök veszi át.